hogyan dőlt el végül, Dominik, hogy kié a mez? A mez az kicsit egyszerűbb volt. Voltak négyen, nem is tudom, melyik szektorban ott a másik oldalt a szögletzászlónál. Ott hát körülbelül aki a legjobban üvöltött, neki adtam. Általában a kisgyerekeknek szeretem adni, mert nekik tudok okozni a legnagyobb örömet. És ahogy sétáltam, megláttam egy kisgyereket, és annyira aranyos volt, hogy az egyik cipőmet ő kapta, ami az öltözőben volt, a másikat viszont még két kisgyerek elkérte, és nem tudtam dönteni, úgyhogy lekőpapírollozták. Na, hát akkor egy bevált módszer ilyen értelemben, azt meg sem merem kérdezni, hogy ki döntött el, hogy dőlt el az, hogy kirúgja az első szögletét a magyar válogatottnak, te vagy Sallai? Az milyen játékkal dőlt el? Nem, az semmilyen el, az meg volt beszélve előre, a viccet félretéve. Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen meccsel, ilyen eredménnyel tudtuk kezdeni ezt az EB selejtezőt. Azért az a szögletvariáció, azon nem menjünk át ilyen gyorsan szakmailag sem, hogy az ott hogy sikerült, mert ott elsőre rögtön, ugye néztük is, hogy nem te mész oda, hogy ebből valami lesz. Hát lett. Hát igen, hála Isten, csak ti vettétek észre, hogy nem én mentem oda, és a bolgárok nem annyira. A cél az volt, hogy odaadja a sele, és áteszem, és lövök. Ketten ki léptek rám, és mind a ketten azt hitték, hogy lőni fogok, közébe tudtam menni a kettő közé. Utána meg a Salájét még kivédte, azt utána már valahogy bekotortuk a kapuba. Nem úgy a szabadrugásodat, azért, hogyha már gyerekekről beszéltünk, meséljük el a gyerekeknek, hogy mondjuk egy héten hányszor kell gyakorolni a szabadrugást ahhoz, hogy az így sikerüljön? Hát nagyon sokszor, és hál' Istennek egy gyakoroltam ahhoz, hogy sikerüljön párszor betalálnom, már ideje volt. Csapatkapitányként továbbra is veretlen vagy, ehhez gratulálok, további sikereket. Köszönöm szépen.